Sziasztok! Köszöntelek titeket! Újra itt a Giga Virág Szerencsi csatornámon. Alex vagyok, a videók készítője. Csatornámon legfőképpen sorsírkaparásokat, illetve teljes kaparásokat láthattok. Gyertek, kaparjunk együtt sorsjegyeket, és éljük át a szerencse pillanatát. És most következzen a sorsjegyek lekaparása. Sziasztok, Alex vagyok a Giga Virág Szerencsi csatornáról. A mai videóra hoztam nektek egy vagy új óriási kerék sorsjegyet, illetve egy neonezrest és egy szuperbankó sorsjegyet, és most ezeket fogjuk megnézni, hogy milyen nyereményeket tartogat számunkra. Tartsatok velünk! És akkor most kezdjük is el a szuperbankó, a neonezres, illetve az óriási kerék sorsjegyek lekaparását. A szuperbankó az egy 500 forintos sorsjegy, és 5 különböző játékot kapunk 500 forintért, és 037-es a sorozatszáma. Nézzük, hogy az első játékon lesz a mi számunkkal egyező szám. Van a 17-es, és a 6-os, ezzel kell egyezőt találni, nézzük. Van egy 19-esünk. Na, jön a 17-es? Nem, ez egy sima 7-es. 15-ös. 3-as, nekünk 6-os van, az nem jó. Sima 5-ös, az egyen mellé, és az utolsó, pedig egy 10-es, sajnos nem lett nyerő számmal egyező számunk. Nézzük, hogy lesz két egyforma szimbólumunk a második játékon. 3 esélyünk van. Pénzes zsák, és gyémánt, az elsőben nem volt. Nézzük a második sort. Érmék, és aranyrúd, itt is különböznek, akkor már csak a harmadik játék részen bízhatunk, hogy lesz két egyforma. Kulcs, és lóhere, sajnos nem lett két egyformánk. Nézzük, hogy lesz a harmadik játékon 3 egyforma szimbólumunk, nem kell kötésbe lenni. Aranyóra, drágakő, abból már 2 van, nézzük, hogy jön a harmadik, kupa, kincs, gyűrű, kincs, akkor kincs vagy drágakő, nézzük, melyik fog bejönni, vagy aranyóra, nézzük, de sajnos kupát adott, mindenből 2-t adott, nem lett 3 egyformánk. Nézzük, hogy lesz-e 3 egyforma összegünk. Van egy 5 milliós, 5000-es, 10000-es, 50000-es, ideig mindegyik különböző. 5 milliósból van 2, na jön a harmadik. De sajnos egy ezres, nem lett 3 egyformánk, akkor már csak abban bízhatunk, hogy lesz pénzérmény, fix 1000 forintért. Van egy kassa, rabló, autó, persely és tárca. Sajnos nem lett pénzérmény. Az első sorsjegyünk az sajnos nem volt nyerő. Nagyon rosszul kezdjük ezt a videót, de még van hátra 2 sorsjegyünk. Reméljük, hogy azon lesz valami szép nagy nyeremény. A betűink egy C betű. És egy A betű különböznek sajnos. Akkor most nézzük a mai videónk második sorsjegyét, a neonezrest. Hát ha ezzel nagyobb sikerünk lesz. Ez egy 0-20-as sorozatszámú, és 1000 forintba kerül. Nézzük, hogy kijön-e a pénzszó betűi hiánytalanul. A G az nem jó, ugye itt egyet hibázhatunk. Az E az jó. A Z is jó. És az X sem jó, sajnos nem jött ki a pénzszó. A P az jó lett volna, csak az X nem lett jó. Nézzük, hogy az első játékon kijön egy sorunk hiánytalanul. Kezdünk egy treffel. Ugye egy sornak vagy oszlopnak kell kijönni hiánytalanul.
Korona. Szilva. Levél. Eper. Itt van. Szív. Már most a csillaggal nyerhetünk is. Nézzük, hogy bejön-e. Pálmafa. Már most a kincsel is nyerhetünk. Nézzük, melyiket fogja beadni. Kincs vagy szív. Vagy kincs vagy csillag. Nézzük, melyik fog bejönni. De sajnos ananászt adott. Az nem jó. Nem jött ki egyetlen sorunk, vagy oszlopunk sem. Nézzük, hogy találunk a röfi szimbólumot. Három esélyünk van. Fix 3000 forintért. Van egy bagoly. Elefánt. És katica. Sajnos nem lett röfi szimbólumunk. Akkor már csak a 3-1-forma összegben bízhatunk. Nézzük, hogy ki jön a 3-1-forma összeg. Van egy 10.000-es. 5.000-es. 30.000-es, ide egy mind különböző, 150.000-es, 8.000-es, hát így esélytelen, hiszen mindegyik különböző, 30.000-esből volt 2, de nem lett 3, a betűink pedig egy M és egy D betű. Hát nagyon rosszul kezdünk ebben a videóban, és már csak egy esélyünk van, hogy találjunk nyereményt, méghozzá a vadi új óriási kerék sorsjeggyel. Hát ennek már nyerőnek kell lennie, hiszen ezen van a világszeme, hogy megmentse ezt a videót. Nézzük, hogy találunk-e nyert szót az első játék részen, ugye a cikkek alatt. Nézzük az elsőt. Nem talált. Rosszul kezdünk. Nézzük a második cikket. Na, jön a nyert szó. Próbálja újra. Akkor próbáljuk meg a harmadik játékon. Majdnem, akkor talán negyediken ott lesz a nyert szó. Legközelebb, akkor nézzük az ötödik játékot. Ennek már nyernie kell. Kis híján. A következő, talán máskor. Akkor még 3 esélyünk van ezen a játék részen. Közel volt. Még 2 esély maradt, hogy kijön a nyert szó. Szinte, és az utolsó, hát ha a következő, hát sajnos nem jött ki a nyert szó, és ez egy 0-25-ös sorozatszám, a 4-es pakból való. Nézzük, hogy ki jön a mázdi szó, hiánytalanul, ugye itt nem lehet hibázni. Az L az jó, az I betű is jó, és a V az elrontotta. Az A az jó lett volna. És az Y sem jó, sajnos nem jött ki a mázli szó. Nézzük, hogy lesz-e 3-1 forma összegünk. Van egy 100 milliós, az a fődíj. 40.000-es. 10.000-es. 1 millió. 100.000. És egy mindegyik különböző. 1 milliósból volt 2, de nem lett 3. Nézzük, hogy lesz-e 3-1 forma számunk a 12. játékon. 4 esélyünk van. Nézzük. 34, 40 és 33. Itt nem volt az elsőben. Nézzük a másodikat. 31, 26 és 35. Itt sem volt 3-1 formánk. Nézzük, hogy még 2 esélyünk van, hogy 3-1 forma számot találjunk. 32, 29 és 30. Hát ez nagyon nem jó. Még 1 esélyünk maradt ezen a játékon. 22, 20 és 23. Hát sajnos nem jött 3-1 forma szám. Akkor már csak a pénzes zsákban bízhatunk, hogy lesz pénzes zsák szimbólumunk. Korona, aranyrúd és gyűrű. És nem lett pénzes zsák.
Hát ez eszméletlen. A szorzó az egy egyszeres, hiába legújabb sorsjegy, és hiába mindig az újdonságnak varázsa van, de ez most, ez nagyon nem jött be. A betűink egy C betű, és egy H betű különböznek sajnos. Régi sorsjegyek kontra új sorsjegyek, hát mindegyforma eredményt hozott, 0 forintot ebben a videóban. Hát ez nagyon elszomorító, hogy így alakult ez a videó, hogy nem tudtam nektek nyerőt mutatni, hiszen sem az óriási kerék, se a Neon ezres, se a Superbankó nem adott egy fillért sem. Hát ez nagyon elszomorító, hogy hiába új sorsjegyről beszélünk, akkor sem adja nyereményt. Hát ez a videó most sajnos így alakult, reméljük, hogy a következő videó egy kicsit jobban fog alakulni. Tartsatok velünk a továbbiakban is, hogy nem maradjatok el a legfrissebb videóinkról, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hogy elsőként értesülhessetek a legfrissebb videóinkról, illetve ne felejtsétek el, hogy már most csatornatagként is tudtok csatlakozni a Gigavirág Szerencs csatornához, és a csatornatagság a számos előnnyel jár, hiszen a tagok hamarabb láthatják a legfrissebb videókat, mint a megjelenés napja, tehát számos előnnyel jár a csatorna tagság. Kövessétek a videókat, hogy nem maradjatok le egyetlen egy friss videónkról sem. Én Alex voltam, a Gigavirág Szerencs csatornáról. Találkozunk egy újabb videóban. Minden kedves nézőnknek sok szerencsét és szép nyereményeket kívánunk a sorsjegyeken. Sziasztok!